Súlyos vonatbalesetet okozott a viharos szél Dániában, 6-an meghaltak, tart a mentés. Beiktatták hivatalába az új brazil elnököt, igazi fiesta fogadta az utcán Jair Bolsonaro-t. Újabb rekordmélységben a munkanélküliség, a foglalkoztatottak száma közben tovább nőtt. Viharos szél érkezik Magyarországra, és sok helyen már ma is esett egy kis hó, téli idő jön. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán. Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Súlyos vonatbaleset történt Dániában, legalább 6-an meghaltak, 16-an pedig megsérültek. A szerencsétlenség a Dánia két legnagyobb szigetét összekötő hídon történt, amikor egy Koppenhágába tartó gyorsvonat és egy tehervonat haladt egymással szemben. Sajtóhírek szerint a rendkívül erős szélben a tehervonatról leszakadt egy nagy ponyva, ami neki csapódott a személyvonatnak. A mozdonyvezető pedig hirtelen fékezni kezdett. A személyvonaton több mint 130-an utaztak. A hidat órákra lezárták, az autók és a vonatok elől is, nemrég azonban az egyik irányba már újraindult az autóforgalom. A 18 kilométeres hídon naponta több tízezer jármű halad át. Kedden az erős szél miatt több kocsi is karambolozott rajta. Skandinávia más részein is gondokat okoztak a viharok az elmúlt napokban. Az erős szél Svédországban vezetékeket is leszakított. Több mint 100 000 háztartás maradt áram nélkül. 16-ra emelkedett az oroszországi lakóházomlás halálos áldozatainak száma. Két nappal ezelőtt valószínűleg gázrobbanás okozta a tragédiát Magnyitogorszk városában. 26 lakás semmisült meg, amelyekből több tucatnyi embert sikerült kimenteni. Ugyanakkor több mint 20 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Tegnap a csodával határos módon élve találtak meg egy 11 hónapos csecsemőt. Infúzióra kötve szállította gyorsan egy 3 főből álló orvoscsapat a 11 hónapos csecsemőt az orosz egészségügyi minisztérium külön repülőgépéhez. A Magnyitogorszki gyermekkórház intenzív osztályáról Moszkvába vitték a teljesen kihűlt kisfiút. Élve találtak rá, 35 órás kutatás után a szilveszterkor gázrobbanásban beomlott 10 emeletes panelház romjai alatt. A kanapén együtt feküdtem az idősebbik fiammal, amikor a robbanás történt. Mi hamar kijutottunk az épületből. A kisfiam viszont a másik szobában aludt, sokáig nem tudtunk róla, mi történt vele. Nagyon aggódtunk, mesélte a csecsemő édesanyja. Az éjszaka mínusz 28 fok volt, így a csodával határos módon maradt életben a kisfiú. Az orvosok szerint annak köszönheti a túlélését, hogy alaposan betakarták a gyerekágyban. Ezen felül a gyermek édesapja is segítette a katasztrófavédőket a keresésben. Pontosan megmutattam a mentőcsapatoknak a helyet, ahol a gyerekágy volt. Amikor közel férkőztünk a romokhoz, én magam is segítettem, hogy kiássuk a gyermekemet, mondta az édesapa. A mentőalakulatok közben két nő holttestére bukkantak szerdán, így két nappal a tragédia után egy tucat fölé emelkedett a halálos áldozatok száma. Az uráli ipari városban a 12 lépcsőházból álló paneltömb egy része a robbanás következtében a 10. emelettől a földszintig teljesen leomlott. Aludtunk, és arra az érzésre riadtam fel, hogy zuhanok. Azt hittem, álmodom. Aztán tényleg felkeltem, majd azt látom, hogy eltűnt a szobafala. Anyám az egyik sarokból sikoltozott, a fiam egy másikból, mesélte egy túlélő. A nő lakásának a fala a beomlott lakásokéval volt szomszédos. A hatóságok jelentése szerint a teljes lépcsőház 48 lakásában 120 ember volt hivatalosan bejelentve, a megsemmisült lakásokban pedig 46-an laktak. Több tucatnyi embert sikerült élve kimenteni, de még körülbelül 20 ember sorsa ismeretlen. Az 1400 főből álló mentő és tűzoltó csapat folyamatosan túlélők után kutat. A rendkívüli hideg azonban egyre inkább csökkenti az esélyét, hogy bárkit is élve megtaláljanak. A túlélőket egy közeli iskolába vitték. Itt készültek azok a listák is, kinek melyik hozzátartozója, szomszédja hiányozhat még. A helyszínen pszichiáterek segítenek az embereknek feldolgozni a történteket. Folyamatosan érkeznek a segélyek is, leggyorsabban a város lakói fogtak össze, és viszik a szükséges élelmiszert, meleg ruhát, tisztálkodószereket az iskolába. Az orosz lakóházakban gyakoriak a gázrobbanások, ugyanis rendszerint nem tartják be a biztonsági előírásokat. A többségében a 70-es években épült panelházakon pedig nem végezték el a karbantartási munkákat.
Letette a hivatali esküt Jair Bolsonaro, Brazília új elnöke. A beiktatási ceremóniára hatalmas tömeg gyűlt össze, az utcán igazi karneváli hangulat uralkodott. A világ számos vezető politikusa is jelen volt, így az izraeli miniszterelnök, az amerikai külügyminiszter és a helyszínen gratulált az új brazil elnöknek Orbán Viktor miniszterelnök is. Jair Bolsonaro első elnöki beszédében arra tett ígéretet, hogy végleg megszabadítja Brazíliát a korrupciótól, a bűnözéstől, a gazdasági felelőtlenségtől és az ideológiák bilincsétől. Több tízezren már órákkal a beiktatási ceremónia előtt elfoglalták a helyüket a kordonok mentén a brazil fővárosban. Olyan volt a hangulat, mintha egy világsztár koncertjére, vagy valamilyen fiesztára készültek volna az emberek. Mindenki a legjobb helyeket szerette volna, hogy minél közelebbről láthassa az új elnököt. Jair Bolsonaro feleségével, Michellel, egy nyitott Rolls-Royce-szal, lovas rendőrök kíséretében vonult a Nemzeti Kongresszus épületéhez. Az útját végig üdvrivalgás kísérte. A beiktatási ceremónián először közösen elénekelték a brazil nemzeti himnuszt, majd a 63 éves politikus letette a hivatali esküt. Az új brazil elnök a kongresszus előtti beszédében, mint ahogyan korábban a választási kampányban is, egyebek mellett a korrupció és a bűnözés visszaszorítását ígérte. Ma itt állok önök előtt megerősödve, meghatódva és mérhetetlenül hálás vagyok a jó Istennek és a braziloknak, hogy megerősítettek engem ebben a küldetésemben, hogy Brazília elnöke lehetek. Egy olyan időszakban, amely tele van óriási kihívásokkal és hatalmas reménnyel. Megragadom az ünnepi pillanatot, és arra kérem a képviselőtársaimat, hogy segítsenek engem a küldetésemben, hogy helyreállítsuk és megtartsuk a rendet az országban. Szabadítsuk meg a korrupciótól, a bűnözéstől, a gazdasági felelőtlenségtől és az ideológiai bilincsektől Brazíliát, mondta Jair Bolsonaro. Az új brazil elnök útja ezután az elnöki palotába vezetett. Az épület környékén is tízezrek ünnepelték, ahogyan a korábbi elnöktől, Michel Temertől átvette a nemzeti színű elnöki válszalagot. Leírhatatlan boldogság itt lenni és látni, hogyan átveszi Bolsonaro a hatalmat. Feltétel nélküli szeretetet érdemel, mint ahogyan mi is, mondta az új elnök egyik híve. Remélem, hogy betartja, amiket ígért, hogy támogatja a családokat, hogy az iskolákban nem lesz téma a politika, hogy visszaszorítja a korrupciót és a bűnözést. Ezeket várom tőle az elkövetkezendő 4 évben, tette hozzá egy másik brazil asszony. Jair Bolsonaro beiktatására számos magasrangú politikus érkezett a világ minden tájáról. A ceremónián részt vett egyebek mellett Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter, és Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök is. Magyarországot Orbán Viktor képviselte. A magyar kormányfő is gratulált az új brazil elnöknek. Orbán Viktor és Jair Bolsonaro több kérdésben is azonos álláspontot képvisel, például a bevándorlás ügyében. Magyarország után ugyanis Brazília is elutasítja az ENSZ globális migrációs kompaktját. Donald Trump a Twitteren gratulált az új brazil elnöknek. Az amerikai elnök azt írta, hogy nagyszerű beiktatási beszédet mondott Bolsonaro, és azt is hozzátette, hogy Brazília számíthat az Egyesült Államokra. Bolsonaro szintén Twitter bejegyzésben köszönte meg a gratulációt, és válaszában azt írta, hogy együtt Isten segítségével megteremtik a jólétet és a haladást. Az új brazil elnök egyebek mellett azt ígérte, hogy lazít a fegyvertörvényen. Szerinte ugyanis az embereknek joguk van megvédeni magukat a bűnözőktől. Megígérte továbbá, hogy tiszteletben tartja a demokratikus értékeket és a nehéz reformok árán, de visszavezeti a brazil gazdaságot a rendes kerékvágásba. A 2019 elején Jeruzsálemben tartandó V4 Izrael csúcs találkozóról is tárgyalt Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Brazília városban. A két kormányfő áttekintette a magyar-izraeli kapcsolatok aktuális kérdéseit is. Egyetértettek abban, hogy szorosabbra fűzik a magyar-izraeli biztonságpolitikai és védelmi együttműködést. Ugyancsak Brazíliában találkozott Orbán Viktor Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel is. Közép-amerikai migránsok megpróbáltak áttörni a mexikói-amerikai határon szilveszter éjjel. Először egy kisebb csoport próbált meg átjutni a mexikói oldalon fekvő Tijuanából San Diegóba, majd 100-nál is több migráns tért vissza, és ismét megrohanták a határt. Csak azt követően vonultak vissza, hogy a hatóságok könnygázt vetettek be.
Könnygázfelhő állja az útját a több mint 100 migránsnak az amerikai-mexikói határnál. Az amerikai határőrök csak így tudták megállítani a kerítésen átmászni próbáló közép-amerikai, főként hondurasi migránsokat. Szilveszter éjjel először még egy kisebb csoport próbált meg átjutni a mexikói oldalon fekvő Tijuanából a kaliforniai San Diegóba. Ők azonban még megálltak, amikor az amerikai biztonsági erők megjelentek. Sokáig néztek farkas szemet egymással, majd éjfél után jött a nagyobb csoport, amelyet már csak a könnygázgránátok állítottak meg. Tijuanában a novemberben indult migránskaraván mintegy 1500 tagja vár arra, hogy az Egyesült Államokba juthasson, de az amerikai hatóságok eddig minden illegális átkelést megakadályoztak. A kezdetben több mint 6000 főből álló tömeg létszáma az utóbbi hetekben folyamatosan apadt. Egyesek feladták és Mexikóban maradtak, mások pedig inkább máshol próbálnak átjutni, ahol kevesebb lehet a határőr és katona. Vannak, akik már nincsenek velünk, mert elmentek máshova, és nem jönnek már vissza ide. De én hálás vagyok Istennek azokért, akik még itt vannak, mert úgy gondoljuk, hogy át kell jutnunk a túloldalra, mondta egy hondurasi migráns. Van köztük olyan, aki gyerekeit hagyta hátra, hogy átjusson az amerikai oldalra. Nagyon nehéz volt, van családom, 4 gyereket hagytam Hondurasban. Nagyon nehéz, de a jövőért meg kellett tennem, mondta egy hondurasi nő. Donald Trump még a múlt héten a Mexikóval közös határ lezárásával fenyegetőzött. Az egyik közösségi oldalon közzétett üzenetében azt írta, ha a demokratáktól nem kapják meg a fal befejezéséhez szükséges összeget, akkor kénytelenek lesznek lezárni a déli határokat. Az amerikai elnök ragaszkodik ahhoz, hogy a 2019-es költségvetésben szerepeljen az amerikai-mexikói határon építendő falra szánt több mint 5 milliárd dollár is. A demokrata szenátorok azonban ennek az összegnek csak a töredékét szavaznák meg. A hétvégén a Fehérház javasolta, hogy a két fél közelítse egymáshoz álláspontját. A demokrata párti törvényhozási vezetők azonban még így is messze a kért összeg alatti összeget támogatnának csak. 1,6 milliárd dollárnál ugyanis nem hajlandóak többet megszavazni. A költségvetés körüli vita már csaknem egy hete részleges kormányzati leálláshoz vezetett. Ez a kormányzati hivatalok és ügynökségek egy részének leállását jelenti, ami miatt mintegy 420 ezer szövetségi alkalmazott nem kap fizetést, míg további csaknem 400 ezret szabadságra küldtek. Újabb menekültügyi szigorításokat sürget Horst Seehofer német belügyminiszter, miután egy csoport menedékkérő járókkelőkre támadt a napokban egy bajor kisvárosban. Az Embergben történt eset mértéktelen erőszakos túlkapás, amelyet nem tűrhetünk el, mondta a tárcavezető a Bild című lapnak. A kisvárosban szombaton két afgán, egy iráni és egy szíriai fiatalember válogatás nélkül támadt járókelőkre. Ittasan randalírozva 12 embert sebesítettek meg, egyikük kórházi ápolásra szorul fejsérülése miatt. A 17 és 19 év közötti menedékkérőket előzetes letartóztatásba helyezték. Itthon délután dönt a fővárosi főügyészség arról, hogy kéri-e a bíróságtól a szilveszteréjel garázdaság miatt őrizetbe vett afgán férfi letartóztatását. A Magyarországon menekült státuszt kapott férfi a gyanú szerint rátámadt egy fiatal nőre és párjára, majd megrongált egy buszt. A 24 éves, ittas állapotban lévő férfi ököllel támadt egy fiatal párra szilveszter éjjel Budapesten, a keleti pályaudvarnál. Már korábban beléjük kötött és követte őket. A nőt és a kísérőjét is megütötte. A megtámadott pár felmenekült egy éppen a megállójába érkező buszra, de az afgán férfi oda is követte őket. A sofőr leszállása szólította fel a buszon is agresszíven viselkedő férfit, aki ezután szó szerint tombolni kezdett. Miután leszállt a buszról, berúgta a jármű szélvédőjét. A férfi az odaérkező rendőrökkel is szembeszállt. Végül földre vitték és megbilincselték. Kollégáim az afgán férfit a helyszínen elfogták, előállították, és garázdaság, illetve rongálás bűncselekménye miatt gyanúsítottként hallgatták ki, ezt követően őrizetbe vették. Az M1 értesülései szerint az afgán férfi büntetlen előéletű. 2015-ben menedékkérőként érkezett Magyarországra, 2016-ban menekült státuszt kapott. Az ügyészség várhatóan ma délután dönt arról, hogy kérje a bíróságtól a férfi letartóztatását.
Tegnap Románia átvette az Európai Unió soros elnöki tisztét. Bukarestben közben éles belpolitikai csaták dúlnak a kormány és az elnök között. És az Európai Bizottság elnöke is azt mondta, nem biztos, hogy Románia felkészült a feladatra. Kapcsolunk most Bukarestbe, ott van Baranyi László, szervusz. Hogyan reagáltak a román vezetők Jean-Claude Juncker szavaira, bírálatára, és milyen célokat tűzött ki Románia a következő fél évre? Szervusz, köszöntöm nézőinket. Juncker nem Románia technikai, hanem politikai felkészültségét kérdőjelezte meg. Szerinte a bukaresti kormány nem teljesen értette meg, mit jelent az uniós elnökség, hogy félre kell tennie a saját ügyeit, és oda kell figyelnie a többiek álláspontjára. A bukaresti külügyminisztérium udvarias hangon válaszolt, azt hangoztatta, hogy tisztában van az uniós elnökség jelentőségével, és nem fogja azt a belpolitikai csaták eszközévé tenni. A kormányzó szociáldemokraták országos tanácsának elnöke viszont már sokkal nyersebben utasította el a bírálatot. Mihály Fifor szerint Brüsszelben torz kép alakult ki Romániáról, Juncker pedig időnként egyféle szülői késztetést érez arra, hogy megdorgálja a bukaresti kormányt. Fifor szerint valójában csak arról van szó, hogy Romániát továbbra is másodrangú országként kezelik Brüsszelben és Nyugat-Európában. A román uniós elnökség egyébként éppen a tagországok közötti megkülönböztetés felszámolását nevezte meg fő célkitűzéseként. A kohézió, mint közös európai érték mottójú program során a versenyképesség megerősítésére, az innovációra, a terrorizmus elleni harcra és a kibervédelem fokozására is kiemelt figyelmet akar fordítani a román uniós elnökség. A hivatalos megnyitót jövő csütörtökön tartják, amikor Jean-Claude Juncker is Bukarestbe látogat. Baranyi László jelentkezett Bukarestből, köszönjük szépen. Továbbra is a 4,5 milliós rekord közelében maradt a foglalkoztatottak száma tavaly szeptember és november között. Ez azt jelenti, hogy a 15 és 64 év közöttiek csak nem 70%-ának van már munkája. Ezzel párhuzamosan ismét rekord alacsonyra csökkent a munkanélküliség 3,6%-ra. Marcinko Zoltán munkaerőpiacért is felelős helyettes államtitkár az M1-en azt mondta, örömteli, hogy a közfoglalkoztatottak közül egyre többen találnak munkát a versenyszférában. 2010-hez képest 785 ezer emberrel dolgozik ma többen, mint 2010-ben, illetve ennek a 785 ezer embernek a nagyobbik része, 662 ezer ember az elsődleges munkaerőpiacon találta meg a boldogulását. A magyar gazdaság egyre jobban teljesít, erről a foglalkoztatás politikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár beszélt. Bodó Sándor hozzátette, nőttek a bérek és kedvezőek a foglalkoztatás egyéb mutató számai. A munkavállalók 2017-ben és tavaly is átlagosan több mint egy havi bérrel többet vittek haza, mint korábban. Hangsúlyozta, ennek egyik alapja a 2016-ban megkötött 6 éves bérmegállapodás, amelyben egy nagymértékű adócsökkentés, valamint a garantált bérminimum, illetve a minimálbér emelése is szerepel. Megállapodás született a 19-es, illetve a 20-as minimálbér, illetve garantált bérminimum nagyságrendjéről. Itt 8%-os növekedésben sikerült megállapodni a szociális partnereknek, és ehhez a kormány támogató hozzáállással szintén hozzájárult. A bérajánlás mértékét mindkét évre 8%-ban sikerült meghatározni. Azt gondoljuk, hogy ez mindenképpen megint egy olyan mutatószem, egy olyan ajánlás, ami a gazdaság szereplőinek segíteni tud. Jó és vállalható megállapodásnak tartja a minimálbér emelésről született egyességet a Munkástanácsok Országos Szövetsége. Palkovics Imre az M1-en arról beszélt, hosszas vita után állapodott meg a munkaadói és a munkavállalói oldal. Most az a cél, hogy a magasabb keresetűeknek is tovább emelkedjen a fizetése. A minimálbér azt a funkciót, amit alapvetően meg kell töltenie legkisebb minimálbérből, legkisebb bérből élők már ne a szegénységi küszöb alatt legyenek, ezt már elérte a minimálbér, innentől kezdve középrétegeknek is emelniük kell, hogy ne torlódjanak olyan mértékben össze a bérek, mint ahogy összetorlódtak. Ezért azt gondoljuk, hogy ez egy jó megállapodás volt a körülményekhez képest természetesen, és már nem 8%-ról beszélünk, itt egy 2 éves megállapodás született, és a 2 éves megállapodásban pedig 17%-os emelkedés fog következni a 18 éves bázisokhoz képest, tehát ez egy vállalható megállapodás mindenféleképpen.
Az eredetileg tervezetnél magasabb illetményemelést kapnak a katonák és a honvédelmi alkalmazottak, jelentette be a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd azt mondta, a kormány még 2015-ben határozott egy több lépcsős, összesen 50%-os illetményemelésről. Ennek utolsó 5%-a esedékes most januárban. 5 helyet viszont most 7,4%-kal emelik a katonák illetményét. Úgy fogalmazott, új kihívásoknak kell megfelelni, a magyar emberek biztonságának, az ország szuverenitásának pedig legfőbb biztosítéka a magyar honvédség, a magyar honvédelem területén dolgozók munkája. Egy 7,4%-os illetményemelés fogja a katonákat érinteni, ami ugye 2,4%-kal magasabb, mint amit eredetileg elterveztünk, hiszen most egy 5%-nak kellett volna következnie. Ez átlagos, amiről beszéltem, és ez átlagosan pénzben 30 ezer forintos havi illetmény növekedést fog hozni a Magyar Honvédség katonáinál. Komoly változás lépett életbe tegnap a sürgősségi betegellátásban. Mostantól minden sürgősségi osztályon működnie kell az úgynevezett triázs rendszernek, ami a szakemberek szerint kiszámíthatóbbá és gyorsabbá teheti a betegellátást. Mi a panasz, mi miatt kellett jönni a kórházba? Alaposan kikérdezi a beteget a nővér az EGRI kórház sürgősségi osztályán. Minden részletre kíváncsi, például arra, hogy mikor kezdődtek a panaszai és milyen korábbi betegségei voltak. Majd vérnyomást és pulzus számot is mér. Az eredmények is a korábbi információk alapján sorolják be a betegeket különböző sürgősségi kategóriákba. Ez az eljárás az úgynevezett triázs rendszer. A betegek papírján 1-től 5-ig terjedő skálán tüntetik fel, hogy mennyire sürgős az ellátásuk. Ha valaki 1-es besorolást kap, akkor azonnal el kell látni. Ha 5-ös szerepel a lapon, akkor a többi beteg állapotától függően akár több órára is elhalaszthatják a vizsgálatot. Itt feljegy, hogyha ütöm. Az úgynevezett triázsolás évek óta sikeresen működik az EGRI kórházban. Az orvosok azt mondják, ez nagy segítséget jelent nekik, mert így folyamatosan tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen állapotú betegek várnak a rendelőben. A betegeknek pedig azért jó, mert pontos információt kapnak a várakozási időről. Próbáljuk csökkenteni a várakozási időt, és ezzel a rendszerrel, a triázs rendszerrel lényegében nagyon nagy haszna lett. Itt az ötöbbi 3-4 évben azért sokkal kevesebb panasz van arra, hogy sokat kell várni. Ez már a Honvéd Kórház sürgősségi osztálya, ahol naponta megközelítőleg 130 esetet látnak el. Itt is működik már a triázs rendszer. Azokat, akiket a mentőhoz szinte azonnal betolják a vizsgálóba, akik járóbetegként érkeznek, azoknak is maximum 10 percet kell várniuk arra, hogy felmérjék az állapotukat. A besorolás után ez a tábla ad tájékoztatást a várakozási időről, és megmutatja azt is, hogy hányan várnak ellátásra. Mindezek mellett diszpécser segíti a betegek koordinálását, és külön választották az életveszélyes esetek ellátását a kevésbé súlyos problémáktól. Mostantól egy külön szakrendelő várja azokat, akik nem igényelnek azonnali beavatkozást. Létre kellett hozni a sürgősségi betegellátó centrumokban egy alapellátó egységet, amely biztosítja a kevésbé súlyos betegek ellátását, ahol egy rezidens, illetve mentőtiszt és szakdolgozó végzi a betegek ellátását. Január 1-től az ország valamennyi sürgősségi osztályán kötelezővé tették a triázs rendszer bevezetését, a diszpécser szolgálat működését és az alapellátó egységek kialakítását. Ettől az egészségügyért felelős államtitkár kiszámíthatóbb, gyorsabb betegellátást vár. A sürgősségi ellátást biztosító kórházaink nagyobb részénél folyt már triázsolás eddig is, tehát egy elég folyamatos átállásról van szó. Január 1 azért mérföldkő, mert elvárt minden kórháza, minden ilyen intézményben, ahol sürgősség van, hogy a triázsolás megtörténjen. A sürgősségi osztályok azonban a betegek segítségét is kérik, arra hívják fel a figyelmüket, hogy csak akkor forduljanak hozzájuk, ha olyan problémájuk van, amit a házi orvosnál vagy a körzeti szakrendelőben nem tudnak kezelni. Nevetségesnek tartja az M1-nek nyilatkozó politológus, hogy azok az ellenzéki pártok kezdeményeztek rendkívüli parlamenti ülést holnapra, amelyek legutóbb akadályozták az országgyűlési szavazást. Farkas Őrs szerint a következetlenség magas iskolája, hogy éppen arra az ülésre hivatkozva hivatják össze a házat, amelyről maguk vonultak ki.
ezek az ellenzéki pártok egymással próbálnak vihaskodni és felvenni azt a láthatósági mellényt. Az ellenzéki pártok szétaprózottak és elgyengültek, a közelgő EP választás miatt azonban próbálják magukra felhívni a figyelmet. Erről beszélt Deák Dániel politológus a Kossuth Rádióban. Az elmúlt heteknek az eseményei, a botránypolitizálás, az a bohóc politizálás, amit láthattunk az ellenzéki politikusok részéről, éppen azt a célt szolgálta, hogy ezeket az elkesedett szavazókat akarták felrázni, azonban látjuk a legfrissebb kutatásokból, hogy ezzel csupán a saját magukat járatták le ezek a politikusok, és ez a mozgósítás az nem igen sikerült. Üvegek, sörös dobozok és füstgránátok repültek a parlament és az épületet védő rendőrök felé még karácsony előtt. A demonstrálók nekiestek a Kossuth téren a szegény gyerekeknek szánt szánkóknak. Húzd fel a fát! És a karácsonyfának. A rendőröket sem kímélték. Az elmúlt hetek tüntetéseinek ismert jelenetei. Ők az erőből értenek, és ők a tettekből értenek. A megmozdulások aktív résztvevői voltak az ellenzéki politikusok is. Felszólalásaikban és nyilatkozataikban pedig további tiltakozó akciókra szólították fel a résztvevőket. A Soros György által szponzorált álcivil szervezetek karöltve az ellenzékkel folytatják a kormány ellenes tüntetés sorozatot januárban is. Erről ír a Magyar Idők. A portál cikkében hozzáteszi, a Soros alapítványokkal korábban is jó kapcsolatot ápoló Gulyás Márton által alapított Humán Platform következő akciója mellett mindenki kiáll az ellenzéki térfélen. Egy csökkenő tábornál az ellenzéki erők azok próbálják azért az erőnek a látszatát fenntartani, és ezért valamiféle egységet sugározni. Az ellenzéki pártok sikertelenek és nem vonzó hozzájuk tartozni, erről beszélt Farkas Őrs politikai elemző az M1-en. Hozzátette, nevetséges, hogy rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték a korábbi, botrányosra sikerült parlamenti ülésre hivatkozva, amelyen többek között a túlóra szabályok módosítását is elfogadták a képviselők. Annál nevetségesebbet, hogy egy politikai közösség azt mondja a parlamenti demokráciára, hogy nem kívánjunk ebbe részt venni, ellenzékre gondolok, nem szeretnének a parlamenti keretek között politizálni. Kivonulnak az országgyűlés munkájából, majd rá 15 napra ők maguk kezdeményezik az országgyűlés összehívását, arra az ülésre visszautalva, amire ők vonultak ki, ez a következetlenségnek a magas iskolája. A politikai elemző kiemelte, semmi sem utal arra, hogy a jövőben változzon az ellenzék jelenlegi társadalmi megítélése. Köszönettel tartozunk a rendőrségnek, mert védik a határokat és a magyar emberek biztonságát, ezt mondta a Fidesz frakcióvezető helyettese. Halász János kiemelte, az ellenzék nem csak 2010-ben, ma sem becsüli meg az egyenruhásokat, sőt szándékosan provokálják is őket. Ma rend és biztonság van Magyarországon. Gyurcsány és a szocialisták kormányzásuk alatt leépítették a rendőrséget. 2010 előtt több ezer rendőr hiányzott az országból, és hagyták eszközeiben is leamortizálódni a rendőrséget. A rendőrök akkor sem erkölcsi, sem anyagi megbecsülést nem kaptak. Az ellenzék a mostani akcióiban is nyíltan rendőrökre támad, szándékosan és erőszakosan provokálják a rendőrséget. Viharos szél érkezett az ország több pontjára a délelőtti órákban. A Bakonyban és Budapest magasabb részei 80 km/h-nál is erősebb lökéseket mértek. Eplényben a sílifteket is le kellett állítani. A következő napokban hidegebb lesz havazással. Sopronban a zászlókat mozgatta, Balatonszárszón pedig a vizet borzolta az erős szél szerda délelőtt. Eplényben még a nagy sífelvonót is le kellett állítani az erős széllökések miatt. A viharos időjárás miatt azonban nem állt meg az élet a síarénában, a gyerekek továbbra is gyakorolhattak. Nálunk a biztonság az első, tehát hogyha 50 km/h széllökéseknél magasabb a szélnek a sebessége, akkor azonnal meg kell állítanunk a felvonót, hiszen nem biztonságos a járatása, akár még életveszélyes is lehet. Pontosan ezért a jelenleg sem működnek a felvonók, viszont amint csillapodik a szél, illetve változik a széljárás, akkor azonnal elindítjuk őket. De természetesen addig is lehet itt a tanulópályán gyakorolni. Ez pedig már Dobogókő, ahol a frissen lehullott hó ropogott a kirándulók talpa alatt. Elsősorban túrázni jöttünk, de úgy gondoltuk, hogy ha hol van lehetőség, ott megpróbálunk futni.
de mondjuk nem számítottunk hóra, úgyhogy ez most egy nagy kihívás lesz. Az előrejelzések szerint a következő napokban továbbra is szeles idő várható. Elsősorban a nappali időszakban valószínűek majd viharos széllökések az ország nyugati és középső részein. A legerőteljesebb szél ilyen időjárási helyzetben jellemzően a Bakony magasabb régióiban, a Balaton környékén, Sopron térségében, és bizony itt a főváros környezetében a magasabban fekvő helyeken lesz. Az óránkénti 80 kilométert is átléphetik egyes széllökések sebességei, úgyhogy a következő napokban tehát kifejezetten szeles időjárásra számíthatunk. Emellett hózáporok is tarkíthatják időjárásunkat, hiszen a magasban igen hideg, fagyos levegő áramlik a térség fölé. A meteorológusok szerint hétvégére beborul az ég, és országszerte várható majd csapadék, havazás. Akár néhány centiméteres friss hóréteg is befedheti majd az országot. Dobogókön már esett is egy kis hó, úgyhogy kapcsolunk a helyszínre, ott van kollégánk Bakos Norbert. Szervusz, egyelőre csak túrázók vannak, vagy van akkora a hó, hogy lehet szánkózni, síelni? Jó napot kívánok! Leginkább most csak túrázók vannak, még azért érződik, hogy január 2-a van, mert sokan még nem mentek dolgozni, illetve a gyerekek is itt vannak, és sok gyerekes szülőt láttunk errefele. Mindenki feljött és megnézi ezt a kis havat, ami most az elmúlt este hullott le, leginkább olyan 1,5-2 cm vastagságon most a hótakaró, és hogy azt itt az anyagban előttem lehetett hallani, most már mi is kezdjük érzékelni, most itt vagyunk már egy fél órája, hogy egyre intenzívebb a szél is, kint a kilátóban már igen kellemetlen a szél, de ettől függetlenül mindjárt mutatjuk is, hogy ha már arról beszéltünk, milyen sokan jöttek ki, hogy a parkoló szinte megtelt, folyamatosan jönnek az autók, sajnos a sípálya még továbbra is zárva van, ahhoz még nagyon kevés a hó, de így van az előrejelzések szerint, jön a hideg, és hát ha a hideg mellé csapadék is párosul, az elkövetkezendő napokban is, mint most is éppen egy picit szállingozik a hó, még lehet ilyen kis hószállingozás, jelentősebb havazás, egyelőre úgy néz ki, egy jó pár centiméteri dobogókön is lesz szombaton. Bakos Norbert, köszönjük szépen! Békés megyében több baleset is történt a délelőtti órákban. Doboznál árokba csúszott egy autó, ott ketten könnyebben megsérültek. Mezőberénél szintén az árokba csúszott 3 autó, ebben a balesetben 4-en sérültek meg könnyebben. A 470-es főúton a helyszínelés idején teljes útzár volt. Véget értek az ünnepek, a nagy lakomák után sokan kezdenek ilyenkor fogyókúrába, életmódváltásba. A dietetikus szakértő a ma reggelben arról beszélt, a táplálkozás terén is legyünk őszinték magunkhoz, és tűzzünk ki reális célokat. Arra van időnk, amire szeretnénk, tehát ezt ugyanúgy az életmódunkat is, a táplálkozást és a mozgást is meg kell tervezni. Tehát ugyanúgy, ahogy én megtervezem, hogy hogy fog kinézni a napom, mikor viszem a gyereket, mikor kezdődik egy megbeszélésem, stb. Ugyanúgy az étkezést is és a mozgást is be kell illeszteni és meg kell tervezni. Sporthíreink következnek. Azt kívánom, hogy egyéniben egymás ellen, csapatban pedig egymás mellett vívjunk döntőt Szatmári Andrással a budapesti világbajnokságon. Ezt mondta Szilágyi Áron az M1-en adott évértékelő interjújában. A kétszeres olimpiai bajnok kardvívó idén júliusban hazai közönség előtt szerepelhet sportág a csúcseseményén, ahol egyik legnagyobb riválisa, éppen honfitársa, az ugyancsak világbajnok Szatmári András lesz. Szilágyi azt mondta, hozzászokott már ahhoz, hogy egyéniben egymás ellen, csapatban pedig egymásért küzdenek a páston. A mi sportágunknak ez egy sajátja, de úgy gondolom, hogy mind a ketten vagyunk annyira érett és tapasztalt vívók, hogy ezzel meg tudjunk barátkozni, vagy meg tudjunk küzdeni. Én kívánom azt, hogy vívjunk egyéniben egy világbajnoki döntőt, majd csapaton is ott legyünk, akkor már egymás mellett a főpáston. Hogyha ez összejönne júliusban, annak szerintem mi mind a ketten, talán a vívószövetség, meg a vívók melletti szurkolók is nagyon tudnának örülni. 17 órai híradó után pedig a tornászok évértékelő beszélgetését tűzzük műsorra. Magyar Zoltán a hazai szövetség elnöke és Vecsernyés Dávid, Európa-bajnoki bronzérmes sportoló fogja értékelni a 2018-as évet. A két hibátlan nagycsapat szuperrangadójával folytatódik ma a női kézilabda bajnokság. A címvédő Győr a Ferencvárost fogadja. Az este 7 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti. Háfra kapu mellé! Elkapkodta a Ferencváros!
Drámai körülmények között védte meg bajnoki címét tavaly a Győr. A szezon utolsó mérkőzésének utolsó pillanatáig izgulhattak a szurkolók. Végül Görbic Anitáék egyel jobb gól különbségüknek köszönhetően előzték meg a Ferencvárost. A mostani szezonban valószínűleg mindkét együttes szeretné elkerülni, hogy ilyen kiélezett hajrában dőljön el a bajnokság, így a szerdai rangadójuknak óriási a tétje. Főleg úgy, hogy a Győr és a Ferencváros is 100%-os mérleggel áll az NB1-ben. Danyi Gábornak ez lesz vezetőedzőként az első FTC elleni rangadója, de azt mondta, készen áll a mérkőzésre. Maga a tény nem ad plusz motivációt. Amikor más szerepkörben voltam, akkor is nagyon jó tisztában voltam vele, hogy mit jelent egy Győr-Ferencváros vagy Fradi-Győr mérkőzés. Nem szeretnék sem magamra, se a csapatra túlzott nagy nyomást helyezni. Mindenki tisztában van vele, élem velem, hogy milyen jelentősége bír a szerdai mérkőzés. A Győr legutóbb tavaly januárban, azaz majdnem egy éve veszített mérkőzést, így a Ferencvárosnak egy nagy sorozatot kellene megszakítania. Ele Gábor vezetőedző ezért extra pihenőt adott az FTC játékosainak, akik nagy részt vállaltak a magyar válogatott eredményes Európa-bajnoki szerepléséből. Nem csak az Európa-bajnokságon voltak ők borzasztó nagy terhelés alatt, hanem egész ősszel, miután azért elég szűk volt ez a keret az őszi szezonban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebbe edződtek is, tehát nem csak, ennek nem csak negatív oldala van, hanem pozitív is, hogy azért edződtek benne, hogy azért most többet kell ebbe az évben a pályán lenni, mint itt az elmúlt években. Ez feltétlenül én azt gondolom, hogy az Európa-bajnokság megmutatja, hogy az előnyükre is vált. A Győr és a Ferencváros szerdán 19 órától játszik egymással. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti. A Boston nyerte az Észak-Amerikai Jégkorongliga Winter Classic mérkőzését. A szabadtérrel rendezett találkozón a vendégek hátrányból fordítva 4-2-re győzték le a Chicagót. Hagyományosan hatalmas showval indították az évet az NHL-ben. Az idei felvezetés azonban nem volt tökéletes, hiszen a zászlóval korcsolyázó kabala figura elvesztette egyensúlyát és elcsúszott a jégen. A közel 80 ezer néző előtt rendezett mérkőzésre már nem lehetett panasz. Az első harmadban Perlini góljával a sötétmezes Chicago szerzett vezetést, de a vendégek még ebben a játékrészben válaszoltak. A cseh Pasternak reagált a leggyorsabban egy kipattanó korongra és emberelőnyből egyenlített. A második felvonás nem sokban különbözött az elsőtől. A Chicago került ismét előnybe, majd a Boston egy emberelőnyt kihasználva egyenlített, így 2-2-es állásról indult a záróharmad. Itt pedig már a Bruins volt a kezdeményezőbb. A vendégek Sean Curley góljával fordítottak, aki örömében saját magát sem kímélve nekiugrott a palánknak. Majd a hajrában egy üres kapus találattal Marchand állította be a 4-2-es végeredményt. A Boston ezzel három Winter Classic mérkőzéséből a másodikat nyerte meg, míg a Chicago 5-5-ször veszített el évelei szabadtéri találkozót az alapszakaszban. Ez volt a Híradó délben, további híreket találhatnak weboldalunkon és a híradó.hu címen. Jön az időjárás előrejelzés, majd műsorunkat a Visegrádi országok híreivel, a V4 Híradóval folytatjuk. Tartsanak velünk!